Jó estét kívánok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drug Reporter Café, a Drug Reporter oldal két hetente jelentkező beszélgetős műsora, amelyben szakemberekkel, érintettekkel, aktivistákkal beszélgetünk fontos, aktuális kérdésekről. A mai műsorban egy olyan témáról lesz szó, amiről már sokat írtunk itt az oldalon, a gyermekkori traumák szerepéről, a felnőttkori lelki zavarok kialakulásában. A téma aktualitását most az adja, hogy túlélésre hangolva címmel megjelent a Facebookon egy fotósorozat ebben a témában. Itt van velünk a fotósorozatnak a szellemi anyja, Völgyesi Tilda, aki a jelenleg bejegyzés alatt álló In Vivo, a teljesség felé nevű egyesületnek az alapítója, és Füstös Kiberov, szociális munkás, a Félúton Alapítvány Orci Klub saját élményű munkatársa. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Sziasztok! Na, bár különböző irányokban, de mindketten végül is odajukattatok ki a szakmai karrieretekben, hogy a jelenlegi munkátok jelentős része az a traumákkal foglalkozik, traumákból való felépülésben próbáltok támogatni, segíteni embereket. Először téged kérdezlek, Tilda, hogy ha jól tudom, te egészségügyi dolgozóként kerültél közel ehhez a témához, és onkológián dolgoztál. Mi vezetett el téged oda, hogy felismerd ennek az egész témának a fontosságát? Igen, én alapvetően egészségügyi szakdolgozóként kezdtem ezt az egészet, és daganatos betegeket vizsgáltam az elmúlt 3 évben, és hát tényleg ilyen nagyon csodaszerű dolog volt ez nekem, ez a felismerés, amikor így tényleg már ilyen 2-3 hónap után, hogy elkezdtem dolgozni, ilyen fiatal kislányként így nagyon gyanús lett az, hogy így egymás után így százassával naponta jönnek a betegek ugye a kontrollvizsgálatokra, és egy idő után úgy feltűnt az, hogy olyan nagyon hasonló mintákat, személyiségbeli mintákat véltem így felfedezni az emberekben. És hát most ez kicsit ilyen csúnyán hangzik, de hogy elkezdtem azt tesztelni, meg így játszani azzal, hogy nem néztem meg a beutalón a diagnózist, csak azután, hogy megvolt az az első 10 perces beszélgetés, és aztán így teszteltem magam. És hát igen, meglepő volt számomra az, hogy ez túl sokszor betalált ahhoz, hogy véletlen legyen. Persze akkor azt hittem, hogy ez egy óriási felfedezés volt, aztán elkezdtem egy kicsit nyomozgatni a témában, kiukadtam így a trauma vonalnál, és akkor rájöttem, hogy erről amúgy már igen régen elkezdtek írni, beszélni, kutatni, csak nem igazán van ez kihangsúlyozva így a rutinellátásban. Úgyhogy én így keveredtem a trauma vonalra. Ahogy most így jól értem, akkor amikor mondjuk képzésen vettél részt, mint egészségügyi dolgozón képeztek, akkor ez a téma ez nem annyira volt akkor ezek szerint benne a képzésben. De hogy is nem, erről még véletlenül egy hangot sem, sehol. Kiberov, a te utad az hogyan és honnan vezetett el odáig, hogy segítő szakemberként ugye gyakran traumatizált emberek felépülését támogatod? Én kicsit távolabbról kezdeném, már így a szenvedélybeteg ellátás, meg a drog és az alkohol, és a Magyarországon ennek a kommunikáció is azért valami szinten közrejátszott. Én saját élményű segítőként dolgozom az alapítványnál, 90-es években, 99-ben tettem levéve a kábítószert. Én először eleinte még csak a segítő szakmának a szélén voltam, aztán egy 5 éve dolgozom konkrétan a segítő szakmában és a szenvedélybeteg ellátásban az alapítványnál, illetve most már magánklienseim is vannak. És aztán a meghatározó élményem az volt, munkám során és a kliensekkel találkozva is hangsúlyozott lett az, hogy itt nem arról van szó, hogy rossz emberekről, hülye drogosokról, stb. Van szó, hanem mélyebb okai vannak ennek. Aztán volt 2 meghatározó élményem, a legfontosabb meghatározó élményem az ez volt, amikor részt vettem a Máté Gábor, kutattam a könyvet, Beyond Addiction nevű kurzusán 2,5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, az nagyon, nagyon meghatározó élmény volt számomra, több szempontból is, és ott szembesültem tényleg azzal, hogy ezzel kell foglalkozni, ezzel érdemes foglalkozni. És aztán a másik meghatározó könyvem, az pedig a Levinnek a könyve. És ez a 2 könyv, illetve workshop, mert a Somatic Experience-tel kapcsolatban is voltam egy workshopon, meg a 2 személy, a Levin és Máté Gábor személye, mondhatnám ők a mestereim ebben a témában, az biztos.
vittek arra, Bocsánat, hogy félbeszakítanak, hogy ha jól értem, akkor két ugye külföldi szakembert említettél, hogy azért akkor a magyarországi szakmai diskurzusban ez a téma ez annyira nincsen benne, vagy nincsen annyira jelen, mint mondjuk külföldön. És akkor itt jön az, hogy ezt egy kicsit cáfolom, szerencsére már vannak, és akkor itt mondhatnám a Révés Zsuzsa nevét, akkor a Kalu Zsuzsa nevét, akik azért már foglalkoznak ezzel, és most már nem megy oda a könyvespolchoz, amikor levehetném mondjuk a Zsuzsa könyvét is, ugye, illetve az itt is van szerintem. Szóval a Zsuzsa könyvét is levehetném, ami a szeraszám a nőkről szól, és az is veszi ezt a témát alaposabban gorcső alá. Úgyhogy valahogy a szakmán belül már van néhány szakember, aki ezzel foglalkozik és fókuszáltan foglalkozik. Persze van egy ortodox rész, aki még mindig a múltból hozott úton próbálja ezt a kérdést a szenvedélyi betegellátáson belül kezelni. Ezzel napi szinten is találkozunk. De lényeg az, hogy így jutottam odáig, hogy tényleg fontos ezzel találkozni, vagy foglalkozni. A másik, hogy nem az elején, a felépülés elején, de erről majd akkor későbbiekben beszélek. Szóval szakmán belül így jutottam ide, meg a munkám során, hogy a traumainformált metódust kövessem ezen belül. Most örülök, hogy a Zsuzsit is megemlítetted, ő is volt ugye a Drug Reporter Café vendége, és hát Máté Gábor sem ismeretlen, azt gondolom, a Drug Reporter olvasók előtt. És ugye mind a ketten részt vettetek képzésén Máté Gábornak. Tilda, te milyen képzésen vettél részt, és ez hogyan hatott rád? Ez volt az első, amúgy vicces volt, hogy még így egészségügyi szakemberként is akkor, mikor elkezdtem a kis felismeréseim alapján a kis házi kutatásomat, akkor találtam meg a Testlázadása című könyvét, ugye én a krónikus betegségek vonalról futottam így bele a traumába, és akkor tényleg az volt, hogy elkezdtem keresgélni, hogy oké, most akkor kéne találni egy képzést, ami így erről nyilván nem itthon, de hogy valahol kéne találni, itt is pont akkor indítottak el. Tehát, hogy addig voltak már ilyen workshopok, meg ilyen néhány napos hetes kurzusai, ugye, és akkor indították el pont az első ilyen egyéves, hát online, ugye, tehát, hogy Kanadából, de online csináltuk egy évig, és hát sok kisebb-nagyobb iskolát jártam és járok, de összehasonlíthatatlan volt ez az egy a többi ilyen hivatalos vagy hagyományos képzéssel, szóval nagyon azt tudom mondani, hogy ez volt az első képzés, ami tényleg tanított arra, hogy hogyan lehet emberekkel foglalkozni, meg segíteni rajtuk. Úgyhogy. Most a Gábornak ugye van ez a módszer, ez a Compassionate Inquiry, ez a, nem is tudom, együttérző kutatás, vagy minek fordítjátok magyarra. Erről egy picit tudnátok beszélni, hogy ez miből áll, vagy mi a lényeg ennek? Bár ez most mindkettőtöknek ez a kérdés. Elkezdjem. Ja. Szóval én már ugye ezt a képzést csináltam meg, ez egy egyéves online képzés, ami úgy nézett ki, hogy volt egy csomó elméleti anyag, meg egy csomó ajánlott szakirodalom, például itt a Peter Levin, meg a hasonló az ilyen legnagyobb szakik, zseniális könyvei, meg módszerei. Szóval volt egy csomó ilyen plusz kiegészítő anyag, tehát nem csak a Gábor tanított, vele voltak óráink, akkor voltak csoportos foglalkozások, és akkor így lényegében ilyen kis terápiás foglalkozásokat gyakorolgattunk egymáson a kis csoporton belül, meg vele is. És hát a módszer lényegéről, hát nyilván az első és legfontosabb szempont az, hogy traumainformált, és nem jobbá fenyíteni, meg a viselkedését módosítani akarja az embereknek, hanem így elcsípni a mélyen lévő kiváltó okait az adott problémás viselkedéseknek. Hát ugye benne van, hogy együttérző, úgyhogy igen, ez elég meghatározó része, hogy igazából azt tudnám mondani, hogy bármi van benned, vagy bármilyen állapotban vagy, az így szeretettel van fogadva, meg megértéssel, meg kíváncsisággal. És így azért tényleg megdöbbentő eredmények születnek ilyen néhány alkalom után, hogy egészen más, mint amikor így ülünk, hogy jó, akkor most ez a problémád, és akkor azt kellene csinálni, hogy elszámolsz 10-ig mindig, mikor ez feljön benned, mármint ezekre a kognitív technikákra gondolok.
hogy itt tényleg feljönnek mélyről azok a dolgok, amik ott már 10-20-30 éve bujkálnak, és azáltal, hogy egyrészt így kicsit úgymond kiszellőztetjük ezeket, másrészt meg megbarátkozunk azzal, hogy ugye itt bejön a Peter Levin munkássága is, tehát ugye a Compassionate Inquiry is erre alapoz, hogy az ilyen testi érzetekkel is barátkozni igyekszünk a foglalkozások során. Kb. Így ez. Én nem a nagy képzésen vettem részt, én csak a 9 napos workshopon, de az nekem tényleg egy meghatározó élmény volt, és pont tegnap beszélgettem valakivel, egy elvonuláson Máté Gáborról, és mind a ketten azt fogalmaztuk meg, hogy ez a teljes feltétel nélküli, tiszta, olyan típusú jelenlétet tud megteremteni, és ott a workshopon a titoktartást figyelembe véve, nem mondom a konkrét traumákat, csak a tapasztalatomat, hogy a színpadon a workshopon résztvevők fölmehettek, akik jelentkeztek, hogy néhány olyan konfliktusokkal, belső harcukkal dolgozzon a Gábor a színpadon ott 70 ember előtt, és hihetetlen, hogy Neldor alatt olyan teret tudott teremteni ezzel a technikával, ami csak a technika része, a technika, a többi az ő személye, ami nem jutotta azt, hogy csak tényleg az kell ehhez, hogy egyrészt legyen egy ilyen együttérző jelenlét, és egy együttérző vizsgálódás, és percek alatt az eredeti témát elfeledve főn egy olyan mély téma, és most azért nem mondom el a konkrét esetet, mert ugye ez ott zajlott, hogy megdöbbentő volt, és hihetetlen, és akkor fogadtam meg magamban, illetve akkor tisztázott bennem, hogy ez az az egyik út, ami egy eszköz lehet számomra azon, hogy a saját személyemet tudom használni, és azt kell majd fejleszteni ehhez, a traumákat feldolgozni, és a traumákat előhozni, és ugye a Tilda is mondta, hogy tényleg ez egy ilyen megszellőztetés, és sokszor teljesen elfeledett történetek, mert nagyon sokan azt mondjuk, én is azt mondtam sokáig, hogy nekem tök jó gyerekkorom volt, de aztán mindig van valami, amit el akarunk felejteni, és azt így ezekkel a technikákkal, ezekkel az eszközökkel, és ezzel a jelenléttel nagyon jól meg lehet találni, és akkor igen, a Levin technikája, vagy a Levin módszere, az meg a testi szinten való megjelenés, és akkor azzal dolgozni. Úgyhogy én ezt tapasztaltam a 9 napban. Ez csak röviden, nem reklámozom ezzel, mert már nincs is azóta se, nem is volt azóta ez a workshop sajnos. Ez egy 9 nap kundalini jogán alapszik, Beyond Addiction, egy joga alap, természetgyógyászat, és a Gábornak az elmélete van összegyúrva egy hatalmas anyagban, könyvben, úgyhogy 28 országból voltak itt. Először is utoljára volt a Gábor, azt hiszem ezen a kurzuson valószínűleg már nem fog jönni. Úgyhogy azt a módszert, amit ott megtanultam, abból már nagyon sokat használok a saját munkám során. Ez egy holisztikus módszer, amiről nem nagyon beszélek, mert Magyarországon még mindig azért, bár mondtam az előbb neveket, meg most nem akarom az egész szakmát lehúzni, mert szerencsére nagyon sok újító van, és nagyon sok progresszív szakember van, de azért át van még mindig nagyon pszichológizálva ez a történet, és azt gondolom, hogy sokkal inkább, sokkal személyközpontúban, vagy sokkal együttérzőben kéne például a függőköz, mert én arról területről jöttem állni. Aki nem annyira jártas ebben a témában, elmondanád, hogy a függőségek és a traumák között milyen kapcsolat van, miért olyan fontos ez az egész téma a függőségek szempontjából? A függőségnek három okát szoktuk mondani, hogy három fontos tényezőt. Az egyik a környezet maga, a másik a genetika, illetve a transgenerációs örökletesség, mintázatok, minták, a harmadik pedig a személyiségben rejlő jelenségek, amelyek hármasra együtt okozhat olyat, hogy valaki, ahogy Márti Gábor fogalmazta, benne lévő létfájdalmat bármilyen szerrel próbálja gyógyítani. És akkor a traumatizáltság, az Közép-Kelet-Európában élünk, tehát a transgenerációs traumák azok szinte minden családban ott vannak. És itt tényleg lehet a második világháborút, a holokauszt, a gulág, a kitelepítések, az 50-es, 60-as, 70-es évek, a rendszerváltás, egy csomó olyan transgenerációs trauma van, amelyek igenis okai, gyökérokai lehetnek a függőségeknek.
És akkor ezzel együtt, hogyha valaki egy ilyen családban nő fel, egy ilyen amerikai felmérés szerint, aki egy olyan családban nő fel, ahol az egyik, vagy mindkét szülő, például alkoholista, vagy bármilyen szerhasználó, ott azoknak a gyerekeknek a 30-40%-a biztos, hogy függő lesz. És akkor a személyiségről az a harmadik rész, ami meg ezekkel összekapcsolódik, és azt is hozta, illetve alakul. És az, hogy hogy alakul, az az előbbi kettő befolyásolja. Szóval ez a hármas, ez ami így meghatároz egy, most csak a függőkről beszélünk. Tehát csak tünet és csak öngyógyítási eszköz a szer, ami óriási probléma, tudom, de nem ez a... Nem azért lesz valaki függő, mert elszív egy füves cigit, vagy használsz, nem attól függő a függő. Azt mondtad, hogy hangsúlyozottan saját élményű munkatárs vagy. A saját élményeid, a tapasztalataid, azok mennyiben segítenek a munkádban? Például a raport kialakításában, tehát a bizalmi viszony kialakításában biztos, hogy segít. De én mindig szoktam mondani a klienseknek, hogy nem attól jó egy segítő, hogy használt vagy nem használt, mert nagyon sok kliens külön kéri, hogy az kerülhessen a saját élményük. Én azt gondolom, hogy nem ez a feltétel, hogy valaki segítő tudjon lenni a szakmába, biztos, hogy ad hozzá, hiszen amikor valaki beszél az élményéről, én tudok vele azonosulni, és személyközpontú metódusban is képződve, most fogom befejezni, és ott pontosan a mellérendelt viszony, az együtt rezonálás az segíthet, és akkor ebben segít, hogy én azért átéltem, tudom nagyjából, hogy mi van, nem minden, de tudok rezonálni rá. A másik saját élményiségem a transzgenerációs mintázat, és azt gondolom, hogy nekem is biztos, hogy befolyásolta az életemet, meg az, hogy használtam. Nekem 44-es a történet, most nem fogom elmondani, csak röviden, hogy az apai vonal az vajdasági történet, tehát csúrogi vérengzés, tehát az a transzgenerációs mintázatom, vagy az a gyökérok nekem meg onnan származik. Ez az én saját élményem, röviden összefoglalva. Hát igen, mondjuk Magyarországon valószínűleg kevés olyan családot lehet találni, ahol valami transzgenerációs traumát nem tudnánk felpiszkálni így a múltból. Tilda, ugye a függőség, vagy a drogfüggőség azért nem csak az egyedüli olyan, hogy mondjam, népbetegség, amit a traumával összefügg, és itt a fotósorozatban ti több olyan hát felnőttkori problémát mutattatok be, ami összefügghet a gyermekkori traumákkal. Ezekről egy picit beszélnél nekünk? Igen, a fotósorozatnak ugye az volt így a fő célja részemről, hogy nyilván, tehát hogy volt bennem egy olyan vágyakozás, hogy így majd így oda-vissza tudhatni, és akkor egy kicsit így mondja azt is, hogy így a gyerekekkel mit kellene, és mit nem kellene, de azt be kell vallanom, hogy azért egy kicsit több volt az a rész így bennem, hogy tényleg arra felhívni a figyelmet, hogy ezekben hát nem nagyon van mit szépíteni rajta, szóval ilyen nyomorult sorsokban ott azért sokkal több van, mint az, hogy hát ő úgy döntött, hogy akkor tönkre teszi magát, aztán igen, most teljesen mindegy, hogy kényszeres evéssel csinálja, vagy valami komolyabb szerhasználattal csinálja, vagy csak az esti sörrel csinálja, de szóval, hogy ugyanaz az alap és mindegyiknél. Hát ahogy Kiberog mondta az előbb, hogy nem ezek a problémák, ezek már tényleg ilyen megoldási próbálkozások. Nem egészségesek, de mikor az a kérdés, hogy ezt a napot hogy éljem túl, akkor nincs jobb. Tehát ezek az emberek ilyenkor nem azért isszák meg este azt az üvegbort, vagy lövik be magukat, mert arra gondolnak, hogy igen, ez 20 év múlva valószínűleg visszaüt, hanem ugye ilyenkor az a kérdés, hogy a ma estét hogy fogom végigcsinálni. És a maga fotókiállítás ötlete az hogyan jött, és hogy valósítottad meg? Hát az ötlet igazából, nem tudom, folyamatosan pattognak ki ilyen ötletek a fejemből, csak kevés a nap 24 órája rá. De azért lett ez, ami megvalósult, mert nyilván még ugye a indulóban lévő egyesületi élet az azt jelenti, hogy még nincs pénz ennél nagyobb projektekre, úgyhogy ennyit sikerült így összekuporgatni első körben, és akkor ehhez találtam két szuper segítő embert magam mellé, aki egyikük ugye fotós, meg aki elvállalta, hogy akkor így adná az arcát ahhoz, hogy ezt az összes esetet így megjelenítse, ugye. És
Amúgy, mikor eszembe jutott ez az ötlet, akkor természetesen rákerestem, abból kiindulva, hogy ugye már mindent megcsinált valaki, ami eszedbe jut, gondolod ezt, és hogy így nem találtam amúgy ilyen tematikusan ilyen sorozatot, és végül is akkor úgy döntöttem, hogy akkor is meg kéne csinálni. Mik ezek a, mik még a drogfüggőségen kívül, mik a más ilyen jelentkezései a gyermekkori traumáknak a felnőttkori viselkedésben? Hát ugye én most akkor így nagy vonalakban ugye érintettük azt is, hogy mondjuk ez a reviktimizáció jelensége, ami ugye annyi lenne, hogy nyilván aki, vagy hát nyilván aki gyerekkorban ért, igazából teljesen mindegy, hogy érzelmi, fizikai vagy szexuális bántalmazás, azoknál sokkal nagyobb az esélye, hogy felnőtt korban újra, vagy nem is újra, hanem hogy ebben a szerepben, a bántalmazott szerepben ragadva ezeket is újraélik, és ugye az szokott, ez is úgy szokott kinézni, hogy így nem értem, hogy miért történik velem ez újra, miközben ugye az ő hát sérült, mert megsérült ugye ezeknek az eseményeknek a során, tehát az ő sérült személyisége adja meg az alapot igazából annak, hogy újra és újra igazából hát most tudom, ez olyan csúnyán hangzik, hogy bevonza ezeket a helyzeteket, de mégis bevonza, mert nem tudatosan nyilván, de keressük az ugyanolyan kapcsolatokat, amilyen a szülőkkel volt. Tehát most, hogy valami ilyen nagyon egyszerű példát mondjak, tehát hogyha mondjuk volt egy, nem tudom, alkoholista apám, aki amúgy úgy szeretett, meg nem bántott, de hogy úgy, én úgy igyekeztem mindig nyugtatni, hogy akkor most jobb lesz, akkor most nem lesz semmi baj, hogyha én kedves vagyok, meg ügyes vagyok, akkor ez, és természetesen soha nem fogja tudni a gyerek megoldani ezt a problémát, nem fogja tudni apát meggyógyítani ezzel, csak lehet, hogy pillanatnyilag le tudja nyugtatni, és ugye ez ilyen óriási nagy, nem sikerült, nem voltam rá képes, nem vagyok elég jó élményként raktározódik el, és igazából ezekben a felnőttkori kapcsolatokban ezeknek a mintáknak az újrajátszása az tényleg ugyanilyen nem tudatos, de ez a kísérlet, hogy na majd most fogok még egy ugyanilyen embert, itt aztán most összeszedem magam, és most sikerülni fog, és végre meg fog szűnni ez az érzés, hogy nem sikerült, és hogy nem voltam elég jó. Valahogy így ez van így mögötte, és tehát hogy ugyanez az alap igazából, hogy most egy munkamánia lesz mögötte, hogyha mondjuk gyerekkoromban tényleg csak akkor jutott nekem egy fél percnyi figyelem, hogyha szóltam, hogy most nagyon jó jegyet kaptam, és sikerült a versenyen elsőnek lenni, akkor aztán majd egész életemben bizonyítgatom ugyanezt. A videót, amit most nézel, egy non-profit szervezet, a Jogriporter Alapítvány készítette, amelyet nem támogat az állam. Kérjük, támogasd a munkánkat a drogreporter.hu/támogass oldalon. Légy pártolótagunk, köszönjük! Kiber, te mennyire találkoztok mondjuk hozzátartozókkal, tehát akik mondjuk úgy szenvednek igazából, hogy ők maguk nem drogfüggők, de mint hozzátartozók szenvednek és válnak áldozattá. Erre is fogok mindjárt válaszolni, de eszembe jutott valami a Tilda, amiket mondta azzal kapcsolatban, hogy és majd megemlítem a Mátásoknak, a Frankó Andrásnak a nevét is, mert hogyha most ezen az úton megyünk, hogy aki traumatizálódik, illetve ezeket az okokat, amiket felsoroltam, nagy valószínűséggel esélye van, hogy függő legyen, akkor hogy lehetne ezt már akkor elcsípni, amikor mondjuk egy olyan családban nő fel, ahol alkoholizmus van, és az Andrásék, a Mátások ugye ezzel foglalkoznak, ezzel a programmal, van gyerekeknek szóló program, aki már ott ekkor ezzel foglalkozik, hogy pont az előbbi példát, amit a Tilda mondott, hogy egy 10 éves gyerek látja, hogy az apja alkoholista, hogy a feleség látja, hogy a férje alkoholista, akkor mit lehet ezzel kezdeni, és főleg itt a gyerekeknél van, mert a gyerekekkel igazából eddig nem nagyon foglalkozott a szakma. A felnőtteknek van hozzátartozói csoportja is, az önsegítő mozgalomban is ugye van az ACA, és a többi, a Kóda és társai, ami a hozzátartozóknak segít abban, hogy hogyan legyenek ebben a közegben. A kiskorú gyerekekkel még nem, és ők ezzel foglalkoznak, ilyen csoportokat, anya, apa, pia című csoportokat is fognak létrehozni, úgyhogy azt hiszem ez egy fontos reklám volt, amit elmondtam.
Tehát találkozunk hozzátartozókkal, és találkozunk egyre több fiatallal, kiskorúval, aki mondjuk 17-18 éves és már függőként kerül hozzám, vagy hozzánk, és szinte biztos, hogy a családjában ott van a traumatizáltság, az elhanyagoltság, a szeretetlenség, a bántalmazás, és tényleg, hogy a Tilda mondta, hogy nem feltétlenül a szexuális és fizikai, nem hanem a szeretetlenség, és akkor jön a szülő, és akkor megkérdezi, hogy nem ért, hogy a 17 éves gyereke miért szív, hát akkor visszakérdezek, hogy meg kell vizsgálni összör az ő szerepét, az ő szerepüket, hogy ez miért történik, és miért történt. És egyébként pont az a 17-18 éves korosztálynál csípem el azt a témát, hogy nem azért szívnak, mert nincs jobb dolguk. Persze van egy olyan része is mondjuk a szerhasználatnak, ami jó, tehát ezt nem mondom, hogy ez nem így van. De az ok, az ott van, ott kell keresni mögötte a szülőket, a családot, a traumatizáltságot. És a hozzátartozók általában úgy jönnek hozzánk, hogy hát a férjem iszik, vagy a párom iszik, és ez milyen rossz, pedig hát én a család többi része rendben van, nem értik, hogy miért van ez vele, tehát teljesen az ő saját felelősségükkel nem is foglalkoznak. És az első néhány alkalommal nem magukról beszélnek, hanem a függőről beszélnek, hogy ő milyen, ilyen rossz, olyan rossz, stb. Nehéz őket is meg kell tanítani arra, hogy itt róluk van szó, önmagukkal kell foglalkozni, és mivel ez egy családi betegség, egy rendszert érintő betegség a függőség, ezért mindenkinek ebben szerepet kell vállalni. Persze az a legnehezebb, amikor valaki az okozója a traumának, tehát mondjuk egy bántalmazó jelenik meg úgy, mint hozzátartozó, és a bántalmazott van úgy nálunk mondjuk, mint egy függő. Az egy nehezebb kérdés. Hát ilyenkor segít a párterápia, a családterápia, és a felismerés annak, hogy ki is lehet az egyik okozója annak, hogy mondjuk oda kerül valaki, hogy segítséget kérjen. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre. Igen, és szerintem az nagyon fontos, hogy mind a ketten elmondtátok, hogy nagyon sok ember úgy fogja föl az ilyen felnőttkori problémákat, hogy van egy ilyen egyén, aki úgy elromlott, így rossz, most így valahogy nem működik, és akkor egy áldott jó gyerek volt, és rossz társaságba keveredett, és nem tudom, és hogy így tényleg a saját szerepükkel meg nem foglalkoznak, hogy igazából itt ezek elég nehéz témák, ugye, meg olyan csoportokkal foglalkozik ez a fotókiállítás is, akik, hát hogy mondjam, nem népszerűek a társadalomnak a szemében, hogy például milyen reakciókat kaptatok, Tilda, erre a fotósorozatra, voltak-e olyanok, amiket így kiemelnél ezek közül? Jó, ez egy nagyon jó kérdés. Örülök, hogy ezt most elmesélhetem. Amúgy igen, nagyon sok visszajelzés jött, meg így volt egy olyan ötletem, vagyis úgy döntöttem az utolsó pillanatban, hogy nem lesz semmilyen fizetett reklám, mármint ilyen csak Facebookos, tehát semmi reklám nem lesz, még ajánlót se kértem, hogy valami nagy szakember írjon hozzá, mert meg szerettem volna nézni, hogy így tényleg így az anyagnak így önmagában mennyi ereje van, úgymond, és akkor így... Hát igen, nektek is köszönhetően azért így egyik napról a másikra eléggé nagyot robbant, és nagyon sok visszajelzés érkezett, és hát be kell valljam, hogy én nagyon-nagyon örültem, mert voltak nyilván ellenérvek, viszont nagyon értelmes beszélgetések alakultak ki, még a börtönviseltség témakör alatt is, pedig bevallom attól egy picit féltem, tehát, és azért féltem, mert amikor még az egészségügyben dolgoztam, akkor foglalkoztam daganatos fogvatartottakkal is, tehát, hogy vizsgáltam fogvatartottakat, és azért ismertem a reakciót, mikor egy fogvatartottnak át kellett sétálni a várón. Tudjátok szerintem, hogy mire gondolok. A nagy összerezzenések és sugdolózások, és amúgy meg lehet, hogy az volt, tudjátok, hogy egy ilyen fél éves börtönbüntetés, nem tudom, egy kis lopás miatt, vagy bármi, de mindegy, nyilván mindig a legrosszabbat kell gondolni az ilyen emberekről, és hogy még ott is az volt, hogy nyilván voltak ellenérvek, amik nem feltétlenül, tehát hogy nyilván mindig az, hogy jaj, most akkor mindig ez az örök kérdés, hogy akkor, hogyha mondjuk hajlandó vagyok egyszerűen csak elfogadni azt a tényt, hogy az se véletlen, hogy ki szokott a börtönökben kikötni, és semmi többet mondjuk,
ez már valamiért így nagyon sok emberre úgy hat, hogy ezzel már azt mondom, hogy akkor az áldozatot már nem is sajnálom, akit ő megkárosított pedig. Hát, szóval én már attól is boldog vagyok, hogy végül is csak ennyi ellenért volt, hogy jó, de azért ne őket sajnáljuk, mert az áldozatokat kell sajnálni. Szóval nem éppen találkozott az üzenetünkkel, de hogy amúgy egész civilizált beszélgetések, meg ilyen, igazából ilyen vita alakult ki, amire nem is én válaszoltam, hanem ott így az emberek együtt. És a másik dolog még, amit el akartam mondani, hogy volt még néhány ember, aki pedig a saját élményeit írta így le alá, akár régi, akár aktuális, és ott meg már ilyen mini segítő csoportok szerveződtek, szóval azt meg ilyen mosolyogva olvastam itt, hogy így egymásnak irogattak, hogy hogyan lehet ebből és abból így kijutni. Úgyhogy ilyesmi volt a fogadtatás. Na hát ennek örülök, hogy voltak azért erős pozitív feedbackek is. És ugye a drog témában is ez eléggé megjelenik, amikor így felmerül ez a téma, és jönnek ezek a kommentek, hogy ezekért nem kár, meg hogy nem kéne drogozni, akkor nincs baj, meg hasonlók, és most itt például a 8. kerület kapcsán is ugye felmerültek erősen ilyen ellenvélemények a Józan kávézónak a megnyitása kapcsán. Kiberofti, mennyire tapasztaltok ilyen ellenségességet ott a 8. kerületben, mivel ti ott közepén vagytok a 8. kerületnek, mennyire jó a viszonyotok így a helyi lakóközösséggel? Izgalmas kérdés. Egyrészt messzibről válszolva, hogy az alkoholizmus és a droghasználat közötti társadalmi kollektív kommunikáció, ugye az, hogy hát a drog az a probléma, az alkohol, ez meg az elfogadott pedig, mint tudjuk, még a KS adatai szerint is legalább 10-szerese a különbség a két szer között. De azt gondolom, hogy bármit is használ, hogyha az problémás a szerhasználat, és kontrollálatlan és függő módon használja, az rossz, tehát most mindegy, hogy heroin vagy nem tudom, egy üvegsör, persze nem ugyanaz a kettő, de a dinamikája, a működése ugyanaz. Ezt azért hangsúlyozom, mert ott is tapasztaljuk azt, hogy az alkohol kapcsolatban nincs akkora ellenérzés. A 8. kelet az a része, ahol mi vagyunk, az Orci, a Sárkány utca, Orci, Korányi és társai. Most már nem olyan, mint volt, ugye, amikor olyan volt, akkor nem dolgoztam ott, de mesélik, hogy akkor tényleg mindenhol tű volt, mindenhol. És tele volt rosszul élve drogosokkal, most már ez azért nincs annyira. A környékbeli lakók eleve, hogy fogalmazzak, tehát hozzászoktak ehhez a szubkultúrához, tehát nincs ellenérzés, inkább furcsa mód, picibe ez olyan jól működő rendszer is lehetne ott egy ilyen társadalmi minta, hogy nem tudom ennek pontosan mi az oka, lehet, hogyha ez mondjuk a másik kerületben lenne ez az intézmény, tehát egy jobb körülmények között levő kerületben, akkor nem így lenne. Lehet, hogy maga azért, mert az a 8. kerület is eleve egy rosszabb körülményű kerület, sokkal több a komfort nélkül lakás, a nehezebb egzisztenciális körülmények között élő ember, aki a mindennapét is úgy tudja elviselni, hogyha iszik. Tehát ott ez jobban elfogadott ez a téma. Szóval így, azzal szembesülünk a tű témával, ugye, hogy nincsen tűcsere program, és igazából a városban is, ha jól tudom, de javítsák ki Péter, mert ezt valószínűleg jobban tudod, de az artéra azt csinál, azt tudom, igen, és igazából más nem tudom, hogy csinál-e. Vannak még Budán ugye programok, a Karolina, Válaszút, és vannak a baptisták tűcsere. Ja, igen. De hogy ez probléma nálunk is, mert eleve jönnek és kérdezik, hogy van-e, hát mondjuk, hogy nincs, ott a környéken is zajlanak az események, konkrétan megnevezés nélkül, tehát ott zajlik a mindenféle ügylet, és tehát a probléma ott van, de tényleg azt érzem, bár nem ismerem olyan szinten az önkormányzattal való viszonyt, mert mármint, hogy ők hogy állnak hozzá ez a témához, de ugye, ahogy mondtad, most nyílni fog remélhetőleg egy drogambulancia is, meg egy józan kávézó a válaszutasoknak,
ha jól tudom, ugye? Igen, a Kintán. Igen. Amit olvasván és látván a ti beszélgetésüteket is, hogy ott mekkora ellenérzés van lakók részéről, én ezt nálunk például nem érzem. Nem azt mondom, hogy itt hirtelen most nyílna egy ilyen, de hát mi ott vagyunk, tehát nem kell megnyílni. Tehát nincs ez. Nekem ez furcsa is volt, hogy ilyen típusú ellenérzés van. És azt gondolnám, és most nem a kerületek közötti különbséget akarom hangsúlyozni, de lehet, hogy mondjuk máshol egy olyan helyen, ahol tényleg békés polgári lakosok élnek, akik csak hírekből látják azt, hogy milyenek a drogosok, vagy van ilyen probléma, azoknak nagyobb lenne az ellenérzés, de egy olyan kerületben, ahol mindennaposan ott van az utcán, meg ez egy jelen van, nekem ez olyan furcsa volt ez az ellenérzés. Szóval nálunk ilyen nincsen. Kanyarodjunk picit vissza a traumák kérdéséhez. Maga a fotósorozat az egyébként kit céloz meg? Tehát ki a célközönség? Mit szerettél volna elérni ezzel? Milyen változást szeretnél ennek hatására látni? Igazából azt szerettem volna elérni, hogy egyrészt ezekből a... Tehát, hogy azért nagyon sokan nem tartanak az önismeretnek azon a szintjén, mondjuk, hogy tehát, hogy én azért tisztem, még azt is felül, tehát, hogy nagyon számomra még a fotósorozat készítése is nagyon komoly önismereti munkát jelentett, mert amikor elkészült, és így megláttam a munkamániáról készült képet azzal a szöveggel, hogy fel kéne fogni, hogy nem kiérdemelni kell a figyelmet, akkor bevallom, hogy megkönnyeztem saját magamat, szóval az az igazság, hogy valami ilyesmit reméltem, hogy majd így a képeket nézegetve nem feltétlenül ilyen brutális mélységekben lévő állapotokban felismerni magad csak, hanem tényleg ezeket az élhetőbb traumaválaszokat kicsit észrevenni magadban, mert hát nagyon-nagyon-nagyon meg tudja változtatni azért az életminőséget, ha ezeket így egyrészt, ha már csak felismered, hogy ez így nem feltétlenül te vagy, csak egy beakadt rossz válaszod. Ugye sokat írnak arról az általatok is ismertetett szerzők, hogy a traumatizáltság az nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy rossz dolog történt veled a múltban, hanem megváltoztatja gyakorlatilag az agyadnak a működését is. Mit tudtak azoknak mondani, akik mondjuk ezzel akár a fotósorozat, vagy más kapcsán szembesülnek, és szeretnének ezen dolgozni, szeretnének dolgozni magukon. Hol kezdjék ezt el? Hogyan álljanak hozzá? Ezt gondolom azért egy elég nehéz kérdés, tehát hogy nehezen tudják az emberek, hogy hogyan álljanak ez az egészhez hozzá. Először is ott kezdeném, hogy, és nem a mániám, hogy nem a kérdésre válaszolok rögtön, de eszembe jutott valami, hogy ugyanúgy, mint a drog és egyéb prevenciónál fontosnak tartanám, hogy ezt a fotósorozatot, vagy ezt a témát magát bevinni az iskolákba. Hát ez szerintem ez lenne az alap. Ez most ilyen zárójeles válasz volt, de ez most merült fel bennem, így, ahogy beszélgetünk közben, hogy ez is segítheti azt, hogy erről beszélünk. Tehát van egy transzparencia, és akkor most ráterek a válaszra. Van egy transzparencia, ha látják a traumatizáltak, a bántalmazottak, hogy erről már merünk beszélni, jelen van, akár az iskolában, akár máshol, akkor rájönnek arra, hogy erről lehet beszélni. És akkor itt jön a kérdésre a válasz, hogy hogyan, kinek tud beszélni. Hát egyrészt most már szerencsére vannak olyan szervezetek, ahol bármilyen területről érkezik, vagy bármilyen probléma okozott neki a trauma, azért tud fordulni, bár kevesen, most a szenvedélybeteg ellátásról tud csak beszélni, kevesen vagyunk, még mindig nagyon kevesen vagyunk szakemberek, hihetetlenül kevesen vannak, akik ezzel foglalkoznak, mármint a szenvedélybetegséggel, vagy a függőséggel. Tehát merjenek beszélni róla, és tudom, hogy ez most ilyen idézősen bullshit, hogy merjenek beszélni róla, hát hogy merjél róla beszélni, hogyha mondjuk bántalmazotti viszonyban van. Nekem van a munkám során van olyan kliensem, aki egy ilyen helyzetben van, és nagyon nehéz, és benne van ebben még, tehát most kvázi menekítésről lesz szó ebből a helyzetből, egy bántalmazotti rendszerből, és igen, egy bántalmazotti viszonyból kimenekíteni valakit, és az ővel való munkám során láttam azt, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Maga a rendszer is akadályozza sokszor, itt most a családsegítő, a gyerekvédelmi rendszer se úgy működik, hogy kellene. Kinek a pártjánál, kinek nem áll a pártján, mondjuk a bíróság, a rendőrség, szóval így
ennek az ügynek kapcsán megtapasztaltam azt, hogy lehet az, hogy ő merne, de hát tele van fallal, és valami hihetetlenül nagy erő kell hozzá, hihetetlenül nagy önbizalom kell hozzá, és tényleg azért adom kulcsfontosságúnak, hogyha beszélünk róla, és ha több ilyen kezdeményezés van, mint a Tilda is csinált, és beviszük el az iskolákba, és ezt nem azért mondom el még egyszer, mert ismételni akarom magam állandóan, de hogy ez nagyon fontos lenne, mert tényleg ott kezdődik el minden. És hogyha ezt közbeszéd tárgyává tudnánk tenni, de többet beszélni róla, akkor ez a merés, ami belül fogalmazódik meg, ez majd meg fog jelenni, manifestálódni fog a külvilág felé is, ami még nagyon messze van, mert ezt tapasztalom, de csak így lehet, hogy a több ilyen dolog történik. Én közben itt egy kis időt is nyertem, hogy megfogalmazzak valami. Hát én talán azt szeretném amúgy így leginkább átadni így mindenkinek, teljesen mindegy, hogy most tényleg szerhasználó, vagy csak munkamániás, vagy mondjuk krónikus beteg, hogy tényleg nincsen olyan, hogy indokolatlan tünetek, és ez most teljesen mindegy, hogy testi, vagy lelki, már most ugye, hogy most ez egy pánikreakció, vagy akár ugye ilyen hanghallás bármilyen formában, még a legextrémebbek sem véletlenek, és ezt azért tartom ilyen nagyon fontosnak kihangsúlyozni, mert még én azt látom, hogy az is egy ilyen óriási nagy akadály, hogy szóval, hogy azt látom, hogy nagyon sok ember, aki nem csúszik ilyen nagyon mélyre bele a traumáiba, hanem még olyan élhető szinten van, ott van egy ilyen óriási önvád az egész körül, hogy nekem igazából nincs is okom, tehát hogy miért, és hogy ez szerintem egy ilyen nagyon kemény lépés, amikor így ezen így felismered, hogy tehát ugye ez az a szint, amikor be kell látnod, hogy ja, de amúgy igazából mégis van rá okom, és egyáltalán nem csak úgy szimplán rosszul vagyok összerakva, és azért produkálom ezeket a zavarokat. Jó, és lassan lejár az időnk, de még egy ilyen körkérdést teszek hozzátok, hogy mit lehet tenni azért, hogy maga, tehát a szakemberek szintjén, és mondjuk a segítő szakma szintjén, hogy ez a traumaközpontú segítés, ez mint szemlélet jobban elterjedjen. Mi az, ami hiányzik esetleg, mi az, amit az állam tudna tenni azért, hogy ez jobban így meg gyökeresedjen Magyarországon? Hát ez a legnehezebb kérdés, mert amilyen képzésen a Tilda részt vett, és amin én részt vennék, de valószínűleg nem fog tudni részt venni a somatic experience-en, és csak egy oka van, az anyagiak. Tehát ugye pont az a terület, ahol én is és sokan dolgozunk, az nem a legjobban fizetett terület, és ezek a képzések még Magyarországon, amit most meg a somatic experience, meg amin a Tilda részt vett, csak külföldről lehet elérni, és anyagilag elég nehéz, főleg mondjuk egy szociális munkásnak, aki keres mondjuk, nem tudom, 170 ezer forintot. Tehát ezért nem tudom rá a választ, hogy mit lehet tenni. Az biztos, hogy ha beszélünk róla, egyre több workshop szól róla, egyre több szakember bármilyen úton, módon tudomást szerez róla, vagy tanul róla, az is sokat segít. És az ilyen projektek is, amit a Tilda csinált, ez is sokat segít. Tehát állami szinten ezzel mit lehet tenni? Tehát Péter, csak azt tudom mondani, ha majd az állami szinten változik a drog és az alkohol politika, akkor majd újra térünk vissza erre a kérdésre. Okay. Tilda, ezt hozzá valami? Hát igen, amúgy ez ebben osztozunk ki berobva, hogy nézegetjük ezeket a remek külföldi képzéseket, aztán rájövünk, hogy hát ezek nem nekünk vannak kitalálva. Nekem például az a képzés úgy jött össze, hogy sikerült ösztöndíjat kapni rá, úgyhogy ezért sikerült elvégeznem, de azért van elég sok olyan terület, ahol én már, tehát mondjuk egy orvosi egyetemen akár erről is beszélhetnénk egy, nem tudom, egy 2 órát a 6 év alatt. Ez az egyik, hogy azért a hivatalos segítő szakember képzésekbe akár egy szemináriumként én eléggé támogatnám. A másik meg, ami, hogyha ilyen nagyon nagyot akarok álmodni, az az igazság, hogy már megálmodtam, úgyhogy elmondom, mert sehol se tartunk vele, de hogy nagyon remélem, hogy a jövőben egyszer eljutunk odáig, hogy ugye én, mint egészségügyi szakdolgozó, tudjátok, nem csak egészségügyi, hanem mindenhol ezek a kötelező továbbképzések, meg a kreditek, és fantasztikus
tudást szereztem ezeken a képzéseken, tehát hogy elmentem ebédelni hétvégére valahova, nagyjából ez volt ugye a kreditekért, mint a fejlesztem magam dolog, és hogy azért én nagyon örülnék annak, ha mondjuk ilyen kredit képzésben is megjelenhetne ilyen traumainformált akármi, mert ebben tényleg amúgy elég lenne nagyjából egy kétnapos workshop is, hogy teljesen át tudja formálni egy segítő szakembernek a rálátását a dolgokra. Igen, hát ezek szép tervek, és reméljük, hogy majd a jövőben lesznek is belőle valami. Most ugye egyelőre én most annak is örülnék, ha Máté Gábor újra eljönne majd Magyarországra, amit ígért is, és akkor ki tudja, hogy lehet, hogy rá tudjuk beszélni, hogy valami kisebb workshopot hozzon össze szakemberek részére, mert ahogy én látom, így szakember képzésben, vagy továbbképzés az lenne az egyik fő terül, vagy nem. Igazából továbbképzést úgy is értem, hogy így inspirálni tényleg a szakembereket, hogy ez van, és hogy ezzel így foglalkozni kéne jobban. Tilda Kiborov, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok. Köszönjük, mi is. És azoknak is köszönöm, akik néztek minket a Facebookon. Továbbra is fogunk benneteket tájékoztatni minden új Drug Reporter Caféról. Ne felejtsétek el, hogy ez a műsor egy non-profit szervezetnek a munkája, és támogassátok a Drug Reportert, legyetek a támogató tagjaink. Köszönjük szépen, sziasztok!